Sziasztok! Az áprilisi Bullet Journal videónak egy részét mindenképp a természetben szerettem volna leforgatni, és szerencsére pont kapóra jött a barátainkkal szervezett tavasznyitó bulink, amit a Mátyáshegyi Kőfejtő Parkban tartottunk meg. Amíg a tábortűzön a sok finomság készült, addig én kerestem magamnak egy nyugodt és hangulatos helyszínt a rajzoláshoz. Azt hiszem, megtaláltam a világ legkényelmesebb sziklapadját, ez valamiért tényleg az, jó persze nem 8 órán keresztül. Szóval lehuppantam a kőkorszaki kanapémra, és elővettem a rajzeszközeimet, majd a gyönyörű madárcsicsergéstől hangos tavaszi napsütésben megterveztem a hiányzó oldalt a búcsomban. A füzetem hátuljában levő zseb egyébként pont tökéletes a körvonalzom tárolására. Mellesleg most nem vittem túl sok rajzeszköz magammal. Mostanában igyekszem minél többet kint a szabadban rajzolni. Már lestoppoltam a Margit szigeten egy fát, amiről láthattatok sztorit az Instagramon. Április 7-én szervezek a Margit szigetre egy Bullet Journal pikniket. Ha érdekelnek a részletek és szeretnétek csatlakozni hozzám, a videó alá beraktam az esemény linkjét. Most egy időre elhallgatok, hogy egyszerre élvezhessétek a zene és a rajzolás művészetének párosítását.
lassan a videó végéhez érünk, mindjárt jön a lapozgatós rész, ahol összesítve elénk tárul egy egész nagy virágmező, amit létrehoztam az áprilisi tervezőmben. Igyekszem legközelebb már más témát választani, de most még nagyon vadvirágos hangulatomban vagyok. Meglátjuk májusra, mi fog inspirálni. Most egy pici zeneművészetet is belecsempésztem a havi tervezőbe cselló formájában. A videó ötleterős résznek a megrajzolását már láthattátok a parkban a videó elején. Remélem tetszeni fog nektek ez a dizájnom is, és maradjatok még egy picit velem, mert ezután mutatok néhány hangulatfelvételt a tavasznyi tósütögetésünkről, és persze a gyönyörű helyszínről. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!